Ukrajnában az üzemanyagok drágulása miatt a kárpátaljai autósok kevesebb üzemanyagot vásárolnak egy-egy tankolás során, adta hírül a megyei statisztikai főosztály. A múlt évben vidékön 241 töltőállomásán 362 millió hrivnya értékben vettek üzemanyagot. A benzinfogyasztás vidékünkön 2015-höz viszonyítva közel 16%-kal csökkent. Gázolajból 21%-kal esett vissza a kereslet. Ukrajnában a reálbérek közel 12%-kal emelkedtek 2016-ban az előző évi szinthez képest, hozta nyilvánosságra az Állami Statisztikai Hivatal. A közölt adatok szerint a reálbérek tavaly decemberben 18,5%-kal emelkedtek a novemberi fizetésekhez képest. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos nominális bére decemberben az előző havihoz viszonyítva közel 20%-kal nőtt, és 6475 hrivnya volt. Ez a négyszerese a minimálbérnek, ami 1600 hrivnya. Egész estés műsorral lépett az óvári nagyközönség elé a pozsonyi Szőttes Kamara Néptánc Együttes a Megyei Filharmónia színpadán. Az Óváron és a környékén élő magyarok megtöltötték a nézőteret. Mindig nagy élmény, amikor is egy magyar előadást végignézhetek. Ez azért különleges a számomra, mert tudom, hogy nem anyaországhoz tartozó együttest láthatok, tehát különböző nehézségekkel küzdenek, és mégis valami szépet kell mutatniuk, fejlődniük kell. Az 1969-ben Pozsonyban amatőr zenészekből alakult együttes célja, hogy felkutassa, megőrizze a magyar, valamint a környező népek hagyományainak legszebb értékeit. Az együttes a tiszta forrásból próbál meríteni, és nem, hogy mondjam, nem stilizáljuk a néptáncot. Persze az nem lehet, hogy ugyanúgy táncoljunk, mint ahogy föl lettek gyűjtve falun a néptáncok, de próbáljuk, próbálja az együttesünk is, mióta megalakult állandóan ezt a csak tiszta forrásból mottót betartani, és úgy táncolni, ahogy a régi öregek táncoltak. Az esten 30 fős delegációval képviseltették magukat csak magyarországi testvértelepülésének, Bicske városának lakosai, akik 2016-ban kötöttek testvértelepülési szerződést egymással. Nem tudom megmondani, hogy pontosan hányadszor voltam itt, de ilyen eseményen, mint a mai volt, aminek a szervezésében mi is segítettünk. Kicsit Magyar Kultúra Napja környékére szerveződő esemény, amikor a határon átnyúló készfogást tudtunk megvalósítani, ez talán itt most a második, hiszen a tavalyi évben a Mága koncert volt az első példa rá, hogy szerveztünk a kárpátaljai magyarságnak olyan programot, amit mi úgy gondoltunk, hogy nyitott szívvel, meleg szívvel tud fogadni, és úgy gondolom, hogy a mai is ilyen volt. A kárpátaljai magyarok köszönhetően a helyi szervezetek áldozatos munkájának legtöbbször ingyen élvezhetik az ilyen kiváló előadásokat. Az Ungvári járásban mindig teltházas rendezvényeink vannak, és igyekszünk minél nagyobb és minél több teret teremteni arra, hogy közösségi rendezvények, közösségi élményekben lehessen része az itt élőknek. A Szőttes Kárpátalján is bebizonyította, hogy egységes a magyar népi hagyománykultúra.